Már megkezdődtek az orvosi, fogorvosi és védőnői rendelések az új egészségügyi központban Helvécián. A volt óvodai épületének felújítására 2018-ban 30 millió forintos támogatást nyert a település, így ott alakították ki az integrált egészségügyi központot, további 65 millió forintos önerőből, több mint 4 millió forintos többlettámogatásból és az energiahatékonyságra szánt 50 millió forintból. A két védőnői ellátás korábban egy helyen volt, de egy hatósági ellenőrzés során kiderült, önállóan külön helyen kell működniük. Azonban a régi épület bővítésére nem volt lehetőség. Az egészségügyi ellátások az óvoda utcában történő beköltözéssel egy frekventáltabb, könnyebben elérhető helyszíre kerültek, ami így megkíméli a település érintett lakosságát a hosszabb utazástól.